a járművezetők és a közlekedők számíthatnak arra, hogy a rendőrök fokozottan fogják ellenőrizni a közlekedőket, különös tekintettel természetesen a járművezetőkre. Kollégáim a hétvége folyamán nappal is és éjszaka is minden egyes járművezetőt szondáztatni fognak, és abban az esetben, hogyha valakinek a szervezetében alkoholt mutatnak ki, akkor vele szemben vagy közigazgatási bírságolási eljárás, vagy pedig büntető eljárás fog indulni.